azt mondják, hogy ha az ember nem tudja, hogy utazzon vagy ne utazzon, akkor ne utazzon. Ha nem tudja, hogy házasodjon vagy ne házasodjon, akkor házasodjon. És ha nem tudja, hogy aszkéta legyen vagy ne legyen, akkor ne legyen. Milyen ez a mai világ, és ez hogyan viszonyul a szerzetességhez, vagy ahhoz, hogy hogyan lehet ezt így kiteljesíteni? Az utóbbi években megemelkedett az emberek igénye a lelkiség iránt, és általánossá vált ez a kutatás a vallásosságnak, vagy a lelkiségnek egyfajta új megélésére, tehát van egy reneszánsza a lelki életnek. Ennek ellenére a kor tendencia az mégsem a lélek műveléséről szól, sokkal inkább az anyagi kultúra, az anyagi vetület működéséről és műveléséről szól a mai kor. Éppen ezért a nagy feladat az a szerzetesi életút hivatásának az adaptálása, vagy annak az üzenetnek a közvetítése a hétköznapi ember számára is, amit mondjuk egy szerzetes a maga életmódjával megtapasztal, megél. Ha ez közkincsé sikerül tenni, úgy érzem, ez egy komoly eredmény. Tehát hogyha minél több ember mindennapi életébe bevesz olyan elemeket, amik hasonlóak a szerzetesi életmód elemeihez? Talán nem feltétlenül a szerzetesi életmód elemeihez, hiszen itt azért szigorú fogadalmakhoz kötődik ez az életmód, hanem inkább a tapasztalás, a lelkiségnek az elevensége, vagy a eredendően vissza kéne adni a vallásnak a becsületét, a vallásnak a tekintélyét. Hogyha az ember kihagyja az életéből a spirituális részt, akkor én úgy mondom, hogy az életének a javát hagyja ki. Amikor az ember szerzetessé válik, olyankor az ember lemond a férfiasságáról, vagy átalakítja, vagy inkább egy ilyen gyermeki élet ez, vagy ez valami más? Ez egy nagyon fontos kérdés, és tulajdonképpen a férfiasság, vagy nevén nevezve a nemiség, egy fordulópontot jelent általában az ember életében is, mert ez egy nagyon fontos kifejeződése az életnek, az életerőnek, az életenergiának. Tulajdonképpen ez egy biológiai feladat mindannyiunk számára, a szaporodás, hiszen a nemiség valahol ezt a célt szolgálja, és egy aszkézis, az tulajdonképpen fölér egy biológiai bünténnyel, hogyha az ember nem felel meg ennek a biológiai késztetésnek. Azonban a lelki módon mégis meghaladható ez a biológiai hiány, mégpedig oly módon, hogyha az ember mondjuk nem genetikailag szaporodik, hanem mondjuk eszmében szaporodik, vagy eszmei gyermekei, lelki gyermekei születnek, lelkileg vállal másokért felelősséget, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy apa teljes mértékben felelősséget vállal a családjáért és a gyermekeiért. Egy lelki tanítómesternek, egy szerzetesnek is megvan a lehetősége arra, hogy egy nagyobb, egy spirituális családért vállaljon felelősséget. Tehát így módon a biológiai, idézőjelben mondom, bűntény, az fölülbírálható egy spirituális eszmével. Persze nagyon sok probléma fakad ebből, hogyha meggondolatlanul időnek előtte hamis módon, álságos módon követ bizonyos formákat az ember, anélkül, hogy az mélységes tartalmában élné meg, és tudjuk mindannyian, hogy mennyi aberráció és mennyi eltévejedés fakad abból, hogyha nem hiteles mondjuk egy szerzetesi életútnak a megélése. Nem csupán szublimálásról van szó, hanem egy olyan fajta kibontásáról a
az életenergiának, ami egy magasabb szinten működteti ugyanazt az energiát. Hogyha egy kicsit a jóga bölcseletével foglalkozunk, akkor ez különböző csakrákat határoz meg a gerinc oszlop mentén, különböző energiaközpontokat, ahol az embernek az életereje kifejeződik. Az alsóbb csakrák, a nemi vagy az önfenntartás csakrái ennek az egyetemes energiának viszonylag alacsony rendű, természetes vagy köznapi kifejeződései, míg a magasabb csakrákon, mondjuk a szívbéli érzések csakráján, a beszéd, a torok csakrán, a magasabb gondolkodás a harmadik szem csakráján, vagy az ezer szigma lótusz csakrán, ami a tiszta tudatnak a csakrája, ugyanez az erő sokkal tisztultabb, sokkal erősebb formában, spirituális formában képes megnyilvánulni. Itt valójában a férfi élet egy lehetőségéről van szó, ami sajnos hiányzik a mai köztudatból, hiszen a szerzetesi életút az nem egy ilyen keserű lemondás, hanem ugyanannak az erőnek, amit mondjuk egy férfi a családjában bontakoztat ki, esetleg egy sokkal szélesebb körű, vagy egy sokkal átszellemültebb kibontakoztatását jelenti, és éppen ezért egy hiteles férfi útnak tartom a szerzetesi életmódot. Én mit gondol, hogy mi a... Tehát a férfi helye a világban, és mi a szerzetet, hogy hogyan egyeztethető össze a szerzetesi életmód és ez a hely? Hogyha a férfi életnek a szimbolikáját vizsgáljuk, akkor ugye a férfi erő az mindig egy szoláris energiát képvisel, mindig egy uralkodói pozíciót, egy fényességet, egy energiát jelent. A női erő ezzel szemben inkább egy hold típusú, egy visszahúzódóbb, egy titokzatosabb, hűvösebb, befogadóbb típusú energia, és éppen ezért egy férfinek alkotásra van szüksége. Egy igazi férfi van, nagyon sok energia van, és ezt a rengeteg energiát neki valahol szépen kell, harmóniában kell kibontakoztatnia. Ez lehet egy család, ahol ennek a családnak ő a gondviselője, ő az uralkodója, hogyha tetszik, persze ebben a gondviselő, szolgai, figyelmes odarendelődésben. Lehet ez valamilyen művészi alkotás, valamilyen teljesítményben való kibontakozás, és végső soron lehet egy spirituális kibontakozás, ami talán a koronája ennek az egész férfi útnak. Tehát az alkotást emelném ki bármelyik szinten, mint a férfi erő egyik nagyon hiteles és nagyon szép megnyilvánulási formája. Ezzel párhuzamosan természetesen a női erőnek a megnyilvánulását is figyelembe kell vegyük. Ez a hozzárendelődés, a mellérendelődés, a saját energiámnak az odaadása, talán ez egy új lehetőség, vagy egy régi új lehetőség a hölgyek számára, hogy ennek a szépségét is megéljék. Persze a mai világ megint a feje tetején áll, és nagyon férfias nőkkel, és nagyon sokszor nagyon elpuhult férfiakkal találkozunk. Talán itt is rendet kéne rakni, és ezzel a lelki identitásnak a vizsgálatával lehetne jobban azonosulni a férfi, illetve női hivatásunkkal. Minden esetre akármilyen élethelyzetben van, ha adott esetben szerzetesként él az ember, csak akkor tud megmaradni ebben a hivatásban, hogyha megtapasztal egy felsőbb ízt, hogyha teljes az élete. Ha valahol nem teljes az élet, akkor az ember keres, mindaddig keres, amíg be nem tudja tölteni a hiányait. Ezért van szükség egy szerzetesnek a megélt hitre, vagy ennek a felsőbb íznek a megtapasztalására, ami aki teljesedést meghozza. Hogyan alkot egy szerzetes, visszatérve az alkotásra, mint férfi feladatra? Hát lehet, hogy egyesek a rózsáik metszegetésével alkotnak, mondjuk egy csodálatos kertet a kolostorban. Mások lehet, hogy az emberi lelkek rózsatöveit metszegetik, hogy azok egyre szebben és egyre termőbben boruljanak virágba. De az elsődleges feladat mindenképpen az, hogy az ember önmagát tökéletesítse. Hogy ő maga jobban ráhangolódjon az isteni akaratra,
ő maga tisztább, eszményibb életet tudjon élni, mert ezáltal tud másoknak is példaképé válni. Tehát akkor egyszerre kell valahogy önmagukkal foglalkozni, meg önmagukról lemondani? Igen, a mi tradíciónkban a lemondás rendje az igazából az odaadásnak a rendje. És talán ez az odaszentelődés, ez az isteni akarattal való azonosulás a kulcsa a szerzetes élet lehetőségének, mert ha valamiről csak lemondanunk kell, az általában nagyon keserűnek tűnik. Ellenben, ha az ember egy nagyon jó dolgot talál, akkor automatikusan megfeledkezik az addig oly csábító és oly vonzó dolgokról. Ez az a magasabb íz, amiről az előbb beszéltem. Hogy érzi ezt meg az ember, hogy van egy ilyen hivatás? Az én esetemben ez úgy történt, hogy amikor találkoztam a jógának a folyamatával, akkor ez végre egyértelművé tette, hogy ebből az útvesztőből, ebből a céltalan játékból, aminek az élet tűnt, ebből van kiút. És amikor a mesterem azt mondta, hogy azért nagyon jó volna egy szannyász itt Magyarországon, és adott esetben rám gondolt, akkor ez először természetesen engem is megijesztett ez a gondolat, de aztán megbarátkoztam vele, és hát azóta újra és újra megbizonyosodom, hogy ez egy kedves és jó döntés volt, és egy helyes választás volt, és valahol ez volt az én elhivatásom. Önnek is vannak tanítványai, ugye? Igen. Ez egy nagyon-nagyon szép része a lelki életnek, amikor a növendék és a mester közötti viszonynak a természetét vizsgáljuk. Azt mondhatom, hogy talán az egyik legmélyebb és a legintenzívebb emberi kapcsolatrendszert jelenti ez. Óriási felelősség, hiszen a tanítványi hajlandóság azt mondatja az emberrel, hogy én az egész életemet oda szentelem a mesteremnek. És ez a másik oldalon, tehát a tanítómester részéről óriási őszinteséget és felelősséget, felelősségtudatot igényel. Különösképpen azokkal a tanítványokkal szemben, akik esetleg meg is tennék az instrukciót. Hát könnyű azokkal, akik még ha kapnának is ösztönzést mondjuk a lemondás rendjének a gyakorlására, de esetleg nem tennék meg. Mennyivel komolyabb felelősség az, amikor valaki meg is tenné ezt az utasítást, hogy így és így élj. Bár meggyőződésem, hogy egy igazi mester nem azt mondja, hogy neked ezt kell csinálnod, hanem azt mondja, hogy ott van a cél, törekedj annak a célnak az elérésére, és hogyha a növendéknek vannak kérdése, hogy hogyan tegyem, akkor segít, akkor áll rendelkezésre. Nagyon egyszerű volna egy ABC-t közölni, én azt hiszem sokkal jobb az, hogyha az ember, tehát akár a növendék is, a tanítvány is, a benne rejlő lehetőségek fölismerésével jut el a céljaihoz, a lelki céljaihoz.